Indítunk, úgyhogy cső volt nézők. Na, gyerekek, beszéljük meg. Az az első kérdésem, nem tudom, Scooby, hogy mit szólsz. Itt voltál a múltkor, amikor beszélgettünk erről a HGT sztoriról, hogy bele kéne írni a nevetekbe? Tök kíváncsi. Első kérdésem, itt voltál-e? Meg kéne dumálni. Most gondolkoztam rajta, hogy tényleg neki kéne ugrani ennek a folyamatnak. És mi a véleményed róla? Nyugodtan mondhatod, inkább mondjátok azt, hogy nem, te nem. Semmi gond, csak inkább szeretném megbeszélni veletek. Most inkább azt mondom, hogy a mai live az legyen inkább egy ilyen beszélgetősebb dolog, mert érdekelne, hogy mit gondoltok erről, meg ilyenek. Mert szeretnék ezzel valamit kezdeni, ezzel a dologgal. Mert akkor ezt a folyamatot így elindítanám YouTube-on, meg mindenféle formátumban, hogy akkor ez így menjen világgá, vagy ha azt mondjátok, hogy nincs értelme igazából, mondjuk akkor is lehet maximum. Azon gondolkoztam, ezt lehetne úgy, hogy legyen egy ilyen Discord rang is hozzá. Hogy jó, mert a kézifék az még megvan, csak a billentyűzet vett elővéve. Amúgy billentyűzettel jó ez a játék. Kormánnyal is. De billentyűzettel valahogy elég könnyű. Zseni. Oda nézek a chatre, és abban a pillanatban megyek máshova, mint ahova kéne. Gyorsan felfedezzük. Cső mindenkinek, sziasztok, szervusztok. Na, ott van egy felszedhető cucc. Most az van, csőkizú, hogy amire gondoltam, kettő van. Van a HRT, az lehetne a Hungate Racing Team, meg lehetne a HGT, mint HGT. Én a HRT-t egy kicsit ilyen, az annyira nekem nem szimpatikus. A fullba kimondva amúgy jobb, de a rövidítés annyira nem jön be. Nem tudom, hogy látjátok. Értem, csumpi, és ez mit jelent? Be tudok itt menni? Végig le van zárva? Nem áll a túloldalról. Én arra gondoltam, hogy lehetne egy ilyen... Ja, értem. Oké. Rendben, csumpi. Ilyen nem lesz. Mert arra gondoltam, hogy akkor viszont lehetne erre egy DC rang is. Aki akarja, kéri, aki nem, nem. És hogyha van ilyen DC rangod, akkor meg még pláne. Tehát nyilván anélkül is működik. De hogy mondjuk akkor lehetne tegelni akár ezt a rangot, hogyha közös játék van, vagy akármi. Én támogatnám ezt a dolgot, nyilván ez egy elég nagy falat, ezt így megugrani. T300-es Thrustmasterem van, de most értem haza melóból egy fél órája, igazából reggel 8-kor indultam, úgyhogy most úgy érzem, hogy a billentyűzet nekem egy tökéletes választás. Meg jó is lesz egy kicsit belenézni ebbe. Tropi meg most ért haza, csoró! Hát igen, árada. Csinálja egy pártot, azt majd mondod, hogy árada Duna. Tuti, hogy amiatt van, öcsém. Ez egyértelmű. Beszoptad. Én támogatom, hogy holnap előbb menjél haza. Beszélek majd bent, kedves főnök úrral. Mert ez nem jó így. Na, nézd meg, átmegyünk ezen is. Majd lesznek. Egyelőre nincsenek. Hopp, hopp, ott egy út még nincs meg. Mondom, ma ilyen beszélgetős live-ot szeretnék tartani, közben lehet kérdezzetek meg minden. Én már abban nem akarok nagyon belemenni a mai live-ba, hogy a játék milyen. Hétvégére szeretnék végre egy olyan videót, ahol az 55-ös szintet megütjük. Hogy ez lehetséges-e? Most azt mondom, hogy nem. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy talán. De nagyon kicsi rá az esély. Azért is akarom az utakat is csinálni, haladjunk azzal is.
az adja a legtöbb XP-t nekem már, ugye. Mindjárt megyünk, versenyzünk is, majd valami vegyes felvágottat fogunk csinálni. Ha menne hülyeség a DC rank, én is azt mondom, hogy azt preferálnám. De mégis milyen, mert mindenki sósmálkol, de senki nem mondja ki a frankót, érdemes megvenni vagy sem, ez itt a kérdés. Nem tudom. A moza kéziféken van a bármivel jó. Ez önmagában USB-vel be van dugva, szevasz. Azért vettem, mert ilyen 20 000 forintért, 23-27-ért vannak ilyen no-némek. Tehát ilyen hidraulikus, meg anyám kínja, mit tudom én, érted? De ha meg veszel egy mozát, annak normális szoftveres támogatottsága van, sokkal több minden. Tehát azért nem tudom, hogy jobb-e, lehet, hogy a 27 000-es amúgy bita még jobb is, nem tudom. De szoftveresen sokkal jobb. Csak annyi ebbe a játékba, hogy ugye nem, space-szel nem tudok kézifékezni, mert... ugye csak egy gomb lehet beállítva, és kézifék van beállítva, úgyhogy ezt meg ilyen gombot használom, az kész. Na ez az, ott van, jön az XP. Bocsánat, mindjárt megyünk versenyezni, de muszáj, ma mindent így. Figyeljetek, ha meg akarod venni a játékot, akkor annyi időt el fogsz vele baszni. Azt nem tudom, hogy PS-en működik-e. Hát annyi időt el fogsz vele cseszni, hogy megérje az árát. Tehát nekem már most van 30 órám, 30 valamennyi. Én el vagyok ezekkel a mini feladatokkal, menjek végig a térképen, gyűjtsem össze ezt meg azt, hogy valószínűleg amint vége van, be lesz téve a játék, a fiókba el lesz téve. De az az igazság, hogy utána az, hogy a játék fél év múlva, egy év múlva milyen lesz, az meg a fejlesztőkön múlik. Azt szerintem nem lehet megállapítani, sem most, sem később, sem másik játéknál, sem melyiknél, hogy hova fejlesztik tovább. Az, hogy lesz-e benne fizetős content, végig nem fizetős lesz, franc se tudja. Amit tudok, és egyértelmű, hogy kurva sokan panaszkodnak rá, borzasztó sokan, PS-en nem működik, Xboxon nem működik, laggol, minden baja van. Nekem bárki bármit mond, a Wukong például a Xbox, a gyengébb Xbox-ra nem tudták felrakni. Én azt látom, nekem az a teljes statisztikám, hogy még lehet Unreal Engine-nel jó játékot fejleszteni, mert van rá példa, de az esetek többségében az Unreal Engine játék az, ami baszakodós. Tehát kis játéknál is, mindegyiknél. Az Unreal Engine, hogyha megjelenik a színpadon, akkor vagy kurva nagy a gépigény, vagy valami nem lesz jó. Egyszerűen ez az Unreal Engine, én elhiszem, hogy nagyon szép, hogyha 40-90-ed van, de nem tudom, mindig azzal van a baj. Van neki, de én nem néztem, mondom összintén utána. Úgyhogy azt passzolom ezt a kérdést. Na jó, van, menjünk tovább. Hopp, ott egy út, oda föl kéne menni. Hát így nem. Van az út, amíg nem mentem végig. Test Drive Unlimited Solar Crown a játék nem. Ez sincs meg. Ez lesz a GTA tárka is, mert az Xboxnak szabályában benne van, hogy játéknak meg kell felelni a gyengébb konzolokon is. Elképzelhető, hogy a GTA is ott beszopódik. Amúgy simán, ez simán benne van. De mondom, tényleg én nem akarom az Unreal Engine bántani, nem vagyok nagy szakértője, de bazeg, mindig az Unreal Engine, amikor az, de komolyan, igen, bizt, elhiszem, tehát amikor az Unreal Engine mondjuk egy indie fejlesztő csapatnak a kezébe kerül, például mondjuk, ez nem az,
ott is az van, hogy valami nagyon szép, valami nagyon borzasztóan jó, de összességében ott is olyan gépigények vannak, minden, tehát egyszerűen én nem tudom, hogy ez tényleg ennyire igényes ez a szoftver, vagy szoftver, az engine, fogalmam nincs, de brutális. Tehát szerintem már túl sok. Az autók balkormányosak, amivel eddig én mentem. Ilyetek, úgy fogjuk csinálni a mai live-ot, hogy mindig lesz ilyen útfelkutatás, most már 77%-nál vagyunk. Én szeretném az utakat, az a helyzet, hogyha utakat megcsinálom, annál, tehát az kell. Egyszerűen annyi XP-t ad, hogy muszáj, azon túl kell lennünk. Sokkal többet ad, mint ha versenyeznék. Most már, mert ugye úgy van, hogy 70%-nál már százalékonként 7000 XP. A nagyon sok. Szerintem a GTA 6-ot amúgy túl gondoljátok. Szerintem a Reddit-nél nem lesz szebb. Nem, minimálisan. Azt az engine fogja használni. Egyszerűen nem éri meg a Rockstar Gamesnek sem éri meg évente, két évente, három évente, vagy játékonként egy új engine-t lefejleszteni. Tök fölösleges egyébként. Baromi jól van optimalizálva a Reddit is. Kész, ennyi. Az a lényeg, bemész ide, befordulsz, megvan az út. Az a lényeg, hogy színezze be. És ugye tehát amikor elérünk egy százalékot, akkor kapjuk a 7, hát most már 70 fölött 7000, 80 fölött 8000 XP-t. Ugye ez borzasztó sok XP. Mondom, egy versenyért kapsz 4000-et, se. Ha újra játszod, akkor még kevesebbet. Amit be fogok tudni fordulni. Bemész egy ilyen útszakaszra, végig nincs meg, végig rongyolsz, dobálja fel. Mehetsz is, rengeteg nincs még meg. Tegnap volt, holnap lesz. Holnap. Jó, akkor figyeljetek, mit szóltok akkor ehhez az ötlethez? Kezdésnek legyen az, Scooby, hogyha gondolod, ma, holnap, amikor kedvetek van, na már mindjárt 36%. Ezt mondom, nagyon sokat számít. Nem, Motorfestben nem lehet adni a kocsit, ez a test drive. A Motorfestben minden autód egyszer megvan, és az örökre a tiéd. Nincs eladási lehetőség. Ő Gutti. Ez a test drive, hogy mondjuk ebbe el lehet adni, szerintem talán ebbe elképzelhet, hogy el lehet. Ez most a test drive. Mondom, a mai live-ot én elkönyveltem úgy, hogy kocsikázgatunk, beszélgetünk. Figyeljetek, én akkor elsőnek azt mondom, hogy kezdjük el ezt a vonalat. De, nem tudom. Erik, ha mondhatom így, remélem jó nevet használtam. Nem tudom. Kurva nehéz erre válaszolni. Az a helyzet, hogy... Mondjuk azt mondom, hogy 6. Tehát, hogy 6,5. 10-ből ez a játék. Az a közép kategóriának már a felső része szerintem rendben van. De... nem, tehát... Az a gáz, hogy maga a játék alapkoncepciója szerintem abban az nem rossz. Tehát az, hogy kiadták úgy, hogy bugos, meg minden baja van, PS-en, konzolon nem működik, kifajt, szerverhibák vannak, minden baja van,
arra meg nem tudok mit mondani. Azt mindenki döntse, hogy mennyire türelmes. Azt is meg tudom érteni, ha valaki nem. Azt is meg tudom érteni, hogyha valaki elfogadóbb. Én inkább a türelmesebb sorba tartozom, de azért nekem is voltak gyenge pillanataim. Na, egy szint pipa. Jön a 37. Ez is megvan. Mennyi hiányzik innen? Oj, bazd, nagyon sok. Nagyon sok. És akkor még ugye itt is hiányzik egy pár darab. Most nem fogok visszamenni. Mindegy, az a lényeg, hogy haladgassunk ezzel az út bejárással, még mondjuk idáig elmegyünk, és akkor azt mondom, hogy mondjuk eddig, bár mondjuk innen megjöhetnénk lefelé, mindegy, versenyezni is kéne, úgyhogy azt mondom, hogy erre felmegyünk, és akkor valahogy úgy. Ja, abszolút megértem, hogyha ez a játék az embereknek nem... Tehát én sem hiszem, hogyha kimaxoltam, utána bármit fogok benne kezdeni, mert nem lesz mit. A crew az szerintem is egyértelműen jobb. Jó, szóval visszatérve az előzőre, akkor az elsődleges koncepció az, Discordra ki fogom írni ma live után, megfogalmazom magamba én is, hogy akkor mit, hogy, és akkor az lesz a terv, hogy mondom, ezt még összeszedem, hogy aki szeretne beletartozni ebbe a csapatba, annak az lesz a feladata, hogy Discordon lehet igényelni majd rangot, ez majd opcionális, mindenki eldönti, hogy akarja-e vagy nem. Erre is kitalálok valami megoldást, rang az ma még nem lesz. Én azt összeszedem a gondolataimat, hogy ez hogy, s mint merre. Csumpival holnap megcsináltatom, mert valószínűleg én nem leszek itthon. Tehát mert úgy, akkor legalább lesz egy normálisabb rangja az embereknek. Egyik verseny, tudom, Havaint Lenisztán, azt hiszem a második verseny 40k-t fizet. Hát, a crew-ba lehet pénzt keresni, de azért ott is azért sok autó van. Nem. Annyi lesz, hogy én még a saját nevemmel kapcsolatban nem tudom, hogy mit csinálok. Azt mondom, megálmodom. Mert ugye a TTV nekem a Jubin benne van, az bele kéne írnom a többin is, hogy a TTV-nek a jelentése az a Twitch.tv. Ugye onnan tudod, hogy streamelek, hogyha esetleg képbe vagy velem. Viszont az lesz most az elsődleges koncepció, hogy aki szeretne ebbe a csapatba beletartozni, ez nyilván az autós közösséget érinti leginkább, tehát nem mást. De hogyha valaki nem autós játékkal játszik és szeretne, én nem vagyok ellene, de itt most az autós közösséget szeretném, az autós játék közösséget szeretném összehozni, és az lenne a koncepció, hogy aki szeretne ebbe benne lenni, annak a nevébe bele kell majd írnia mondjuk nem tudom, neked Pista a neved, Pista néven versenyzel mindenhol, mert a Ubisofton mondjuk az a neved, hogy Pista. Akkor azt kéne csinálnod, mondom, ez opcionális, ha valakinek nem tetszik, akkor nyilván nem tudok fölmenni itt, nem. Akkor beleírod a neved be, hogy Pista, alsóvonás, HGT, és ugye ez jelenti azt, hogy HG Team, de benne vagy. Ennek az a lényege, hogyha mondjuk játszol a játékkal, és találkozol egy másik magyarral, akkor innentől kezdve tudni fogjátok, hogy egy csapatban vagytok, akár meg is tudjátok egymást jelölni, stb. Ezt szeretném elérni, hogy legyen egy ilyen. És akkor amúgy is jó lenne már régóta egy ilyen dolog, csak én nem akartam sehogy a nézőket elnevezni, mert semmi értelmét nem láttam. Úgyhogy annál felnőttebb nézőim vannak szerintem, hogy becézgessem őket, de ez most így jó lesz. Nincs, csak M4 van benne jelenleg. Milyen a játék? Unalmas. Na ez, amikor olvasom a csetet. Jön egy ilyen szalagkorlát, azt megköszöni az együttműködést. Az a gyerekek, én nem gondolkoztam ezen, tényleg nekem is el fog jönni az idő, hogy el kell kezdenem majd ignorálni a kommenteket, mármint hogy nem válaszolni rá.
Félreértés ne essék, most nem nektek szól, de tényleg megjelenik egy ilyen játék, és 3 millió. Tehát most vagyunk 13-an a TikTokon, szóval azért mondom, nehogy magatokra vegyétek, de van, amikor 100-an is voltunk, most főleg a test drive elején, és minden második kérdés az, hogy milyen a játék, megéri-e megvenni, és tök jó, hogy tőlem kérdezik, de azt érzem, hogy nem tudok rá választ adni. Egyszerűen nem tudok. A játék jó, a térkép jó, a tuning rendszer szar, annyi verseny van, mint a rohadás, tehát hogy végtelen mennyiségű content van benne, legalább 60-70 órát, vagy legyen 40-50 óra, amit igénybe vesz, hogy végignyomd, utána valószínűleg kevés lesz. Na most 50-60 óra bőven elég szerintem ahhoz, hogy kijátszd magad, hogy utána várod a következő frissítést, tehát egy God of War 14 óra, az első rész mondjuk, azt kipörgetett 14 óra alatt durván, utána gatya, megy a, vagy hát a DLC-kkel együtt, az legyen akkor 20-20-valahány óra, utána kalapkabát. Na most ezzel szemben ugyanazért az árért, vagy még picit olcsóbban, ebben sokkal több a content. Most én azt látom a kommentelőkön a YouTube videóim alatt is, hogy a grafika nem tetszik nekik, én nem tudom, nem értek a lovakhoz, szerintem jól néz ki. Nem tudom milyen konzolom, mert nyilván ott valószínűleg csúnyácskább, benne van a pakliba, ebbe sajnos nem tudok nyilatkozni. Ezért is mondom, ez egy borzalmasan nehéz kérdés, hogy mi a jó válasz arra, hogy ez most egy jó játék vagy nem. De amúgy én játszottam az első verzióval, amíg megjelenés előtt egy nappal, az a válaszom, hogy az előző verzióhoz képest szinte ugyanaz. Tehát elvileg jönni fognak benne a házvásárlások, jönni fog a kaszinó. Én az első részt, ha játszok vele, 1-2 óra után olyan szinten unom meg, hogy nem bírok vele tovább játszani. Az első rész is kb. Annyi abból a szempontból volt jó, vagy jó, hogy régen konkrétan, hát most, de annyi, hogy régen nem volt más, nem volt konkurenciája. De azt gondolom, hogy amint jött más open world game, akár egy Forza, akár egy Crew, a régi konkrétan élhetetlenné vált. 2006-ban volt az első, a Carbonnal jött egybe, és mondom, akkor az online gigantikus open world az maga volt szerintem az Atya Úristen. Tehát, hogy nekem a Wukong... Igen, az a baj, hogy nem tudom. Tehát most én azt mondom, hogy érdemes megvenni, valaki megveszi konzolra, minden baja lesz vele, és nem tud vele játszani. És akkor én vagyok a fasz, miközben gépen meg működik. Tehát ezért mondom, én nem tudok erre választ adni. Tehát, hogy csak hogy ne, csak a játékról legyen szó, te hogy vagy, Gergő? Köszönöm kérdésedet. Most nem panaszkodásképp, de fáradtan. Azon kívül egyébként minden fasza. Csak ez az egy. Ma hosszú volt. Azért nem is vettem elő a kormányt, mondom, mert ez most ez a nap ez. És akkor még ma nekem egy videót meg kell vágjak. Nem tudom, hogy fogom, de azt én már tegnap hajnali 3-ig vágtam a videót. Hál' Istennek 7-kor keltem, úgyhogy... Ma még befejezem, de már nem lesz vele akkora meló. Ki akartam rakni még ma, de ez nem jött össze, úgyhogy... Úgyhogy ez van, de mindegy. YouTube-ra menni fog szerintem holnap, ha nem, akkor még várunk vele. Gépen sem jó mindenkinek. Nem tudom. Azért mondom, hogy tényleg így... Nem. Mindegy, az a gáz, hogy annyira ki van már élezve a játékos közösség, a játékipar, hogy a legkisebb hibába is belekötnek. De nem csak ez, hanem ez a olyan, mint a Forza, olyan, mint a Crew, olyan, mint a Need for Speed. Igen, olyan bazd meg autós játék. Ugyanolyan autókkal kell benne menni. Ugyanaz. Igen. Hát akkor az kopi. Hát de bazdek, mit várunk egy autós játéktól? Milyen legyen? Tankokkal menjek? Nem. Tehát megnézi a... Tehát, grafika nem jó. Mondom, én ezen teljesen kivagyok amúgy égve. Az, hogy nincs mondjuk 60 FPS-en, PS-en, az gáz. De hogy... Köszi, csúcsú. De hogy...
Ja, igen, Gutti. De tényleg én nem tudom, én az a baj, hogy én régen, amikor játszottam, örültünk annak, hogy az autónak kör alakú kereke volt. Tehát én nem tudom, nekem már így kb. 2016 óta minden szép. De vannak emberek, akiknek az meg semmi nem. A grafika a legfontosabb. Vesz egy játékot, semmi nem érdekli, én azt vettem észre. Sok ilyen ember van szerintem. Semmi nem érdekli, csak hogy legyen kurva szép. És ez a... Legyen szép, legyen olcsó, legyen benne több ezer óra content, ingyenes frissítések, offline mód, le tudja torrentezni már előre, hogy kipróbálhassa, legalább 1000 autó, vagy legalább 20 000 féle különböző fegyver, ő legyen a játékban a legjobb, ha lelövik, akkor mindenki cheater, 10x10, vagy ami 10x10 alatt van, az minden szar, stb. Tehát én ezt látom, és nem tudok ezzel mit kezdeni. Meg amikor tényleg ez a megjön valaki, a Forza a legjobb. Meg értem, mit csináljak ezzel az info? Annyi ilyen komment van, hogy így nem tudom, tehát... Oké, fasza. Tök jó, akkor ne játsszál mással, csak azzal. Nem kezdni kell, semmi gondom nincs, csak így... Én meg szűk... Az micsoda, amin felnőttél? Tessék, kifagy a gecibe. Szem viszem el. Amúgy ez... És... Ja nem, jó. Jó, ilyen gigantikus lagok vannak, öcsém, hogy... Nem is értem. És az a legszomorúbb, hogy hétvégén végig nyomom a játékot, és nincs baja. És nyomtuk, mondom, én raktam össze egy legót, és az meg elment, hát meg nem tudom, csináltam mást is, és ide raktam páromat, és mondtam, hogy jó, akkor figyú, annyi a feladat, hogy menjél végig a szürke útszakaszokon, és csináld meg. Ennyi volt a feladat, hogy csak menjél végig az úton, és kész. És megcsinált vagy 20%-ot, nagyon sokat nyomta, és közben ideültem, utána versenyeztem, egyszer nem volt fagyás, semmi. Most meg nézd meg ezt. Ez legalább megoldó. This is Aston Martin. Meg ennek a párját a... Tessék, lássátok ti. Ennek a párját a Forma 1-es autót, ugye ez egyben van. Gyűjtöm a Speed Championokat. Hogyha valakinek van régi eladó Speed Championja, keressen meg. Megveszem olcsóba. Csumpi, neked nincs. Neked nincsen, Csumpi. Most valami szar point akarsz előni? Ne. Ne, fölösleges. Teljesen fölösleges. Szerintem választunk valami versenyt, ami közel van. Itt van, ide fogok menni. Nyomjuk. Nem kell, nincs annyi pénzem rá, úgyhogy kínáld másnak. Hát akkor Bence, vedd meg. Ne, teljesen más amúgy. A fizika brutálisan más a két játékban. Ezért tudom vállalni a felelősséget, hogy hogyha játszol vele, akkor ide vissza fogsz jönni, és be fogod írni, hogy igazam volt. Azt nem vállalom, hogy tetszeni is fog, mert az nyilván mindenkinek más, de abban biztos vagyok, hogy vissza fogsz jönni, és be fogod írni, hogy tényleg nem ugyanolyan. Ez 100%. Fölvesztük ezt a cuccot, bármi is legyen. Ott kell lemenni? Haló.
biztos, hogy teljesen már sokkal... hát... az egybe sokkal darabosabb a mozgás, sokkal ilyen kockásabb, ebbe sokkal smoothabb. Teljesen máshogy viselkedik az autó ebbe, mint az egybe. Sokkal realisztikusabb, inkább úgy mondom. Hogyne. Jó is lenne egy kis Gran Turismo. Hát én már innen megyek is. Start. Fire car setup. Nyomunk neki, durrantunk rá egy sportvezetési stílust. Ne aggódjál. Mondanám, ha úgy lenne, de nem. Mondom, ha Forzára vársz, akkor nem olyan lesz. Tehát... de teljesen szerintem jó lesz. Az nagyon, igen. Tehát az lemész mondjuk jobbra az útról, akkor le akar rántani jobbra, mert hogy ott mondjuk földet érte a kereked. Nagyon durván kiadja. Például nem tudsz menni a falon, mint a kettőben, mert megfog a fal. Na, gyerekek, következő van, akkor elmondom, még megy a verseny. Az elsődleges koncepció, Discordra jönni fognak a csevegőbe, vagy valahova majd egy ilyen körülbelül kiírok. Az a lényeg, lesz akkor egy olyan, hogy aki szeretne csatlakozni ehhez a közösséghez, csinálunk egy ilyen, megpróbáljuk megreformálni akkor a magyar autós játék közösséget, de mivel mindenki össze-vissza van, valaki ezzel játszik, valaki azzal játszik, valaki többel is játszik, akkor az lesz az én meglátásom, hogy azzal tudjuk a legjobban összerántani a brigádot, hogyha ezt valamilyen szinten létrehozunk egy csapatot. Na most a csapatot nem lehet sehogy se megoldani úgy, hogy ne legyen feltüntetve, és mivel egyik játékban sem lehet külön egy crewt, mondjuk a GTA-ba létrehozni, mert ugye abba lehet. Ezért azt fogjuk csinálni, hogy akkor aki szeretne ebbe benne lenni, az annak annyi a feladata, hogy amelyik platformon szeretné ezt feltüntetni, a nevébe az már fix, hogy alsóvonás és HGT. Ezt kell beleírni. Így, hogyha mondjuk grand részeztek, vagy bármit csináltok, akár teljesen több, mivel játszotok, ha látjátok, hogy valakinek ugyanúgy benne van a nevébe ez a név, akkor akár mehet is a jelölés, összetudtok boronálódni, mehettek együtt, és akkor így igazából összeáll egy csapat, aminek szerintem úgymond én ebben látom az egyetlen olyan lehetőséget, vagy ebben a formátumban, amire azt mondom, hogy szerintem ez egy hosszú távú és működőképes dolog lehetne. És így egyébként, ha valaki kérdezi, hogy miért van benne a nevedbe, el tudod mondani igazából. Én pedig itt szépen elmegyek a picsába le a pályáról, kiviszem azt a képet. Hát ez csúnya volt. Nem folytatom. Az autót elvisszük feltuningolni. Cső mindenkinek, sziasztok. Én így tudom. Egyelőre azt mondom, hogy szerintem ez a legjobb koncepció. Úgyhogy... jó, kozmetik. Nem is ezt kell tuningolni. Innen például nem tudok autót cserélni, miért kell mindig ide visszamennem? Nem azt mondom, hogy nagyon zavaró, de amúgy ja. Lehetne ezt egyszerűbben is. Jó. Az a helyzet, hogy semmi más autó nincs, amit tudnék vinni erre a G-re, csak ez a Mercedes-Benz. Select car. Úgyhogy akkor marad úgy, hogy ide-vissza. Tehát egyébként erről beszélek, hogy rohadt jól néz ki ez is. Tehát itt az autótuningolás megoldása tök fasza. Bejössz te is tuningolod itt mellettem a másik padon. Látjuk egymást, ahogy tuningoljuk az autót. Gyerekek, ez nagyon jó koncepció. Tehát, hogy ez tök jó, csak nem lehet benne tuningolni normálisan. Tehát itt kezdődik a fele jó, fele szar. Mert igazából nincs értelme, mert
Mert nem tudom, mutogatom, hogy rakom rá semmit a kocsira. Nem sok értelme van gyakorlatilag. De az mondjuk mint ötlet, meg nekem nagyon bejön, hogy mondjuk jön a Kizu, meg a Csumpi, meg a Guttika, és akkor tuningoljuk egymás autóját, és akkor én most így hátra megyek, most nem lépek ki, oda tudok menni, és meg tudom nézni, hogy a Guttika mégis mi a búbánatos picsát csinál az autóján. És közben látom, miközben mondjuk építi a csávó a kocsiját. És szerintem ez mondjuk egy zseniális ötlet, hogy ez így bejött, de csak nem fogom látni, hogy mit csinál, mert csak annyit látok, hogy áll a kocsia mellett, amivel nem történik az élet a világon semmi. Tudjatok. Nem tudom, ezeket a piktogramokat tényleg el kéne tüntessék. Egy grafikust felvehetnének, mert ez... Mondjuk egyértelmű, az tény, hogy a célját eléri. Na. Hát olyan gigantikus nagy sebességet nem fogok elérni vele, de jó lesz. Hát de azért mondom, annál szerintem. Engem leköt, tehát ez a része le tud kötni. Azért is mondom, hogy például ott van a... Ennek az autónak picit másabb a hangja. Tehát engem le tud kötni ez a gyűjtögetés. De mondjuk egy... Például tudom jó, hogy például a Bunyász nem. Úgyhogy ez így... Igen. Na, ezzel a gumival már... Viszont igen, tehát eszméletlenül kiadja a különbséget vezetésbe. Tehát nézd meg, hogy nem csúszik meg. Annyit csináltunk, hogy tettünk rá egy másik gumit. Nagyon, a fék is mennyire. A tuning nagyon-nagyon sokat hozzáad. Tehát az is egyébként jól el van találva. Hát most ugye vissza kell húzni. Automatikusan megy rá ez. Na, hát nem is változtatok a vezetésen. Menjen hát, hogyha... Tényleg, hogy állnálatok az árvíz, Gutti? Nálunk elvileg pénteken lesz elvileg a plafon. Én azt az információt kaptam itt a rádióból reggel. Hallgattam a rádiót, gyerekek. Nem sűrűn csinálok ilyet, de most hallgattam a rádiót. Itt nem tudom, mit lehet kapni, ha mindent kigyűjtesz. Fogalmam nincs. Még mindig lassú ez az autó, hiába. Az a Bentley az nagyon kellene, az ötszkerekes, szerintem azzal lehetne komolyat menni. Valahogy meg kéne fogni az első skacot. Nem tudom, egyszerűen nem gyorsul, de elektromos az a Porsche. De mondjuk azt amúgy meg lehetne venni. Láttam, hogy valakinek megvolt. Szerintem az megy. Hát igen. Remélem, hogy hát ha belehibázna, az segít, de nem fog hibázni, szerintem túl rendben van ez a kocsi. Nem, elmegy. 36%. Hát de mennyivel jobb belemenni. Le akarja a Teslát cserélni? Az előbb itt csúsztam ki a francba.
Elcseszte az első. Jó. Valahol kicsúszott. Sokat hibáznak a botok. Ő a navigátorom. Azért megyek falnak, mert nem mondja, mi van. Mucika, mondjad! Mondjad, bal 2, jobb 4. Hetven-hetvenhárom-hetvennégy százalék. Ki kéne bírni a célig. Közeledik, 77%. Most fog megszaladni a százalékjelző. Megkezdünk itt legyenesbe. A lény drasztikusan javult az autó. A gumival. Hát felbaszott néha, de be szeretném fejezni. Tehát mondom, az a célom, nem platinázni akarom. Szeretném egyszerűen kivinni 55-ös szintig. Csinálok egy bemutató videót, félreteszem, és amint jön a frissítés, tudjuk nézni. Na most, ha jön egy frissítés, és kötődik mondjuk az 55-ös szinthez, akkor nem tudom nektek bemutatni. Szóval el kell jutnom 55-ig. Ennyi az utolsó célom, megoldjuk. Nem. Nem kaptam kulcsot a játékhoz. Mondtam is, hogyha lesz, akkor adom a nézőknek, mert nekem ugye megvan, megvettem. Hát, nem kell mások hozzá, hamar megleszünk. Úgy lesz egy magyar fejlesztésű horror multi játék. Pumpi. Állami támogatott? Azt hiszem, szünetben iszok egy kávét, tök mindegy, mennyi az idő. Nem állami támogatott? Ez érdekes. Megint nem néztem, mennyi pénzt kaptam. Na, hogy állunk anyagilag? 3 millió öltet. Tehát mondjuk költekeztünk. Azok a versenyek megvannak. Én ezt a ranked versenyt nem tudom amúgy. Nem tudom azzal, amit kéne csinálni. Van, de tök jó, hogy van, de nem tudok egyszer semmit. Hogy... Faszrel... Leszel? Naskacok, na, csúcsuk idő. Csú mindjárt beírja, nekem ennyi volt mára. Figyelj, 9-kor. Ja nem. Csúcsú a PS6-ot vette meg, gyerekek. Nem figyeltek eléggé. Csúcsú most vette meg a PS6-ot. Beszéltek itt össze-vissza PS5 Pro meg ilyenek. Távú már rég a jövőben van. A hanyatló nyugaton dolgozik, ott már van PS6. Nekünk itt ilyen... Izé, harmadik világbeli lakosoknak van PS5 Pro. Megjön ki. Az van neki. Harley-a van, az már nem kell. Megvette a Harley céget. Az már az ad a következő szint. Gyerünk. Range Rover.
Ez jó. Ez jó, teljesen jó sebességgel megyek. Sétakocsikázó. Behúzom alatt a kézifék, vagy mi van? Tép ez a kocsi. Nem vagyok egy terepjárós, de ez a Range Rover, ezt ugye el tudnám fogadni. John, expert kategóriájú player. Ja, várjál, ez ilyen pontgyűjtős. A kapukon átmenésért kapjuk a pontot? A kétszeres pont, az kellett. Olyan, nekem ez nem megy jobban. Ne, ott a pont. Ott van. 373-70, ne előzzetek már ki! Ott az Audi is! Á, nem tudok így menni földúton, haver! Elvileg még elsők vagyunk. Az a még. A mégen van a hangsúly. Mert valószínűleg nem fogom megfogni a mostani elsőt. Á, borzalmasan elment. Bazd meg. Na ez gáz. Második hely. Jó, mindenki elbaszta a checkpointot, vagy ez hogy van? Megvan. Nem így gondoltam, de megvan. Vigyük be, mert kell az XP. Kelleni fog, tuning kell. Tuning kell erre is. Egyébként ennél a borulásnál borzalmas. Annyira nincs az autónak súlya, az viszont látszódik. Tehát, ja. Jó a koncepció, hogy ne vágd az utat, mert rábaszol, de viszont ide elmegyünk, és akkor tuningolunk egy jeepet is. Muszáj, mert kell. Mert az nincs. Az egyszerűen nincsen. Hát szerintem a Sientrót építjük tovább, mert az egy fokkal kedvesebb. Performance. Kell ebben a kategóriában is egy 3.657.000. Hogy kérdezzem már meg, hogy az előbb nem 3.550 volt? Én emlékszem rosszul. Már szerintem amúgy, nem tudom, hogy hanyasnak kell lenni ide erre az offroad versenyre, de mondjuk ez nem sokat ad hozzá. A gyorsulása jobb ennek az autónak. Fék az nagyon kell. Az fontos lenne. De ez is, hogy nem változik a fék, ez Supersport. Offroad, allroad, Supersport. Hát megveszem mindegyiket. Igen, mert ezeket ha megveszed, akkor utána lehet álligatni. És ezzel fog a legtöbbet menni. Longváltó. Short. Ugyanez. Igen, ugye ez az, hogy test drive.
Unlimited Solar Crown, ugye ezeket meg kell venni, de minden nem lehet egyébként rápattintani. Azt nézem. Elég sok mindent. Ha meglennénk ma 45-ös szinten, arra azt mondom, hogy az már fasza. Az egy nagy lépés lenne. Offroad megvan, hát rá ez. Na, gyerekek, lenyomunk egy, azt a versenyt lenyomjuk, aztán tartunk egy 5 perc szünetet. Magyar streamek közül csak Krappalát láttam játszani, és hogy szóval ő is csak tervezte, vagy valamit még annó hallottam, hogy nem tudott még vele játszani, de elvileg ő az, aki tervezi. Na, ide. Az off-road gumi ez. Láttátok? Ez a csavart csuka fejes. Miért nincs ebben a játékban sem normális rendszám a kocsikon, szintén úgy, mint a Crew Motorfestben? Mert nagyon kevés ember zavar ez a dolog, gondolom én, nem tudom. Nem tudom. Esküszöm, hogy gyerekkorom óta minden Need for Speed-be az a rendszám, amelyik résszel játszok. Ez vagyok hozzászokva. Ezt a kérdést még én se tettem föl, de nyilván amúgy nem lenne rossz, jó pofa lenne. De szerintem fölösleges. Vagy de én nem látom gyakorlatilag azt, hogy ez... Nem tudom. Tényleg nem tudom. Lehet, hogy valakinek ez fontos. Hát... Úgy látszik, hogy a Forza belenyúlt valamibe. Ami az embereknek fontos. Tényleg nem tudom. Tényleg, mivel én nem vagyok egy nagy forzás, az összes többi játékban nincs. Igazából Need for Speednek az új részeiben már át lehet írni. De ha most megkérdeztek volna egy 80-90, sőt most már több Forza játékom után, hogy a Forzában van-e rendes rendszám, nem tudtam volna megmondani. Fogalmam nincs. Nem tudtam volna. Nem hiába a Forza a legjobb? Így van. Forzában. Nekem igazából így nincs kedvenc kocsim. Én nem tudok. Forzába se tudnék. A Forzát elengedtem már jó ideje, mert valahogy engem nem tud lekötni. Számomra nagyon hamar unalmassá válik az a játék. Tehát igen, egyébként sokkal jobban zavar például engem, most nem az, hogy a Forzát pikázom, akár ebbe, vagy akár a Forzába, tehát amikor belső nézetben vagyok, egy normális kormányszöget nem tudnak. Esküszöm, inkább legyen a rendszám szar, de legalább a kormánytekerést animálják már le. Az minden autóban van. A rendszámtábla nem minden autóban van. De minden autóban kéne tudni tekerni a kormányt, tehát az, hogy... Ez borzalom, tehát nekem ez tudja kibaszni a biztosítékot. Állítólag ebbe meg fogják csinálni, azt állítják, ki fog derülni. Nem tudom, nagyon bízom benne, hogy igen, mert... Nálam ez ilyen... Ezt meglátom, 2024-ben úgy érzem magamat, hogy visszafejlődtünk. Van autókban kormánytekerési lehetőség? Van. És hogy milyen világban élek. Ő mindenkinek sziasztok. Ja. Mint az Underground 2-ben, amikor csak így ül a fekete karakter a kocsiban. A full fekete nem fekete bőrű, fekete karakter, és nem mozog. A hat Twitch-en is megy a live. Többen vagyunk. Gyertek át. Ja.
Gyerekek, megint nem kaptunk valami sok. Az, hogy 2750 XP-t kapunk, na ez a probléma. Tehát borzasztó kevés. Ja, pont jókor jöttem, be kéne rakni a rally versenyzők mellé. De nem kéne. Miért kéne? Nem tudom, tehát azért, mert az realisztikusabb a rally, vagy nem tudom. Nyilván. Vissza, és kijelöljük, hogy ki is legyen jelölve. Egyébként szerintem a földutas versenyzés amúgy kifejezetten szórakoztató. Én például nem nagyon tudom, tehát szerintem élvezhető. Az, hogy nem fordulok be a terepgumin, az jobban aggaszt. Ez talán az összes autó, játék, kormány és gázreakciója ahhoz képest, amit mutat. A megfelelő gumival amúgy elég jól megy. Tehát a megfelelő gumival eléggé kezes lesz az autó. A utcai gumival mondjuk egy versenyautó elég szarul megy, de a megfelelő gumival, a megfelelő úton szerintem elég jól megy amúgy. Cross country. Le tud állítani itt is ami dolgokat. Nem fog belenyúlni. Menjünk. Nem játszottam az F1 24-gel. Majd valamikor kéne. Már volt róla szó, de még nem. Az a baj, hogy F1-ről nem tudok nektek véleményt mondani, mert én ilyen kazuálizé vagyok. Leülök, azt akkor bóckodok vele, vezetgetek, de most így nézem a Forma 1-et, de hogy a játékokról, hogy milyen volt eddig, nem tudom. Ez túlzás. Inkább csak nyomja. Jól nem. Bevándorló vagy Gutti? Ez nem jó. Nem tudom, hogy mennyire változik meg a játék fizikája a billentyűzettel. Ott azért kormánnyal én sokkal nehezebbnek gondolom. Megy, Twitch-en mindig megy a live, a TikTokon megy. Na, hogy előzzelek meg. Tartnak is összeakadunk? Nem. Jó. És még kézifék se kellett. Amúgy tényleg meglepő. Megfelelő gumival sokkal-sokkal könnyebb. Nagyon kihat a gumi a broncs a vezetésre, különböző körülményekben. Azt meg? Hát nem mozom vissza. Itt lett volna az első hely, de így már nem lesz meg. Hát, sok az a pont különbség.
Há? Nem lesz meg. Nem. Test drive. Ezt buktuk. Akkor majd ezt kéne akkor még egyszer. Na, skacok. Én, na, bazeg, amúgy nézd már meg. És mondják nekem, hogy a karakter nem fontos. Őszintén, mi volt ez az első? Matek tanárnén is ijetett a izére délutáni foglalkozásra? Hogy mi volt ez a ruha a csajon? Most, meg, érted? C-undába bement a 40-es anyuka, az bevásárolt akcióba. Mert nincs benne tuk-tuk motor, azért nem ment. Igen, igen, valószínűleg a tuk-tuk motor volt. De jó, most kacok, én elmentem, iszok egy kávét, mert különben úgy érzem, hogy végem van. Jó, 5 perc, azt itt vagyok, innen folytatjuk.